kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! A következő 50 percben az ÁSZ TV magyar nyelvű műsorát láthatják. Tartsanak velünk, és kellemes időtöltést! Március 15-ét ünnepeljük nem sokára. Iratkozni lehet az első osztályba. Beindult az új Besztercei honlap. Jövőre növekedhet a gyerekpénz, és emellett a szegény gyermekek kiegészítő támogatást is fognak kapni. Várhatóan a nyáron bevezetik a vizitdíjat. Részletek következnek. Március 15-én délután 6 órától az RMDS megyei szervezete ünnepi műsort rendez a Besztercei Kultúrotthonban, amelynek keretén belül fellép Vesztergál Miklós tárogató művész. A szervezők mindenkit szeretettel várnak. A magyar tagozat tanárai és tanítói felkérik azokat a szülőket, akik magyar tagozatra kívánják iratni gyereküket, tegyék meg minél hamarabb. Első osztályba jelentkezhetnek azok a gyerekek, akik a tanév kezdetéig, azaz szeptember 1-jéig betöltik a 6 évet. Beiratkozáshoz szükséges iratok, a gyermek születési bizonyítványának másolata, egy kérvény kitöltése, amit a szülő saját aláírásával hitelesít. Tájékozódni és informálódni lehet a www.besterce.eu honlapról. Az új besztercei honlap tartalmaz híreket, fórumot, információkat, oktatás, egyház és művészet terén és sok más érdekességet. Kattintsatok bátran a www.besterce.eu honlapra. Jövőre növekedhet a gyerekpénz, és emellett a szegény gyermekek kiegészítő támogatást is fognak kapni. Ezt nyilatkozta a munkaügyi miniszter. Azt is mondta, hogy a kormány egyelőre arra keres megoldásokat, hogy miként tudna a szegény családok gyermekeinek nagyobb segélyeket adni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy valakitől megvonnák akár a gyerek segélyt. A napokban ugyanis azt mondta Mihály Sétán munkaügyi miniszter, hogy megtörténhet, a gazdagabb gyermekektől elveszik az állami támogatást azért, hogy a szegényebbeknek nagyobb gyerekpénzt adhassanak. Várhatóan a nyár közepén vezetik be az egészségügyben a részleges hozzájárulási fizetési rendszert, amelynek része a vizitdíj is. Az egészségügyi rendszer hosszú távon fenntarthatatlan, ezért a kormány azt tervezi, hogy bizonyos orvosi szolgáltatásokért a betegeknek külön kell majd fizetniük. Korábban elhalasztották ennek az újfajta rendszernek a bevezetését, de Cseke Attila egészségügyi miniszter is szükségesnek tartja, hogy a betegek járuljanak hozzá bizonyos orvosi szolgáltatások költségeihez. A tárcavezető reméli, hogy nyártól kezdve már alkalmazni fogják a törvényt. Következő percekben interjút láthatnak Németh Zsolt, anyaországi parlamenti képviselő és a Határon túli Magyarok Bizottságának elnökével, riporter Kressz Béla. A vicei farsangi ünnepség díszvendége Németh Zsolt, a Magyar Köztársaság országgyűlésének képviselője, a külügyi és Határon túli Magyarok Bizottságának elnöke. Jó estét kívánok, jó estét, tisztelettel köszöntöm. Nagyon szépen köszönöm, én is köszöntöm önt is, a nézőket is nagy tisztelettel. Ugye ön először van Vicén, talán a megyébe is. Hogy jött létre ez a kapcsolat, ez a meghívás? Hát van itt Vicén egy intézmény, a bentlakás, Morvai Csángó gyerekeknek, és ennek a bentlakásnak a létrehozói, támogatói, a Básti Egyesület, illetőleg a mezőségi őrzőkör részéről kaptam meg a felkérést, hogy itt a farsangi bálon nagy szeretettel meginvitálnak. Én nagy örömmel fogadtam el ezt a meghívást. Annál is inkább, mert már tudta a vicei kollégiumnak a létéről, hiszen Gergé István tiszti részéről már évek óta kaptam folyamatosan tájékoztatást, ő is sokszor invitált, így aztán ez a két dolog, a
Gerge István tiszteletes úr, illetőleg a mezőségi őrzők részéről megszületett felkérés elég volt ahhoz, hogy eljöjjek. Kellett hozzá még az is, hogy most ezen a hétvégén egy kicsit ráértünk, volt egy kis szabad időm, és el tudtam. Képviselő úr, ön a beszédében elmondta, hogy amikor ezeket a gyerekeket látta itt ezt a helyi hagyományt felevelítő táncot táncolni, akkor érzékenyült. Így van. Hát azt hallom, hogy itt Vicében volt egy nagyon sajátos legényes tánc. Tudjuk, hogy Mezőségnek a tánc hagyománya, zenei hagyománya az egész Kárpát-medencében egyedülálló, nem értékes. De az, hogy egy kihalt táncot, férfi táncot visszatanítottak a csíkszeredai táncoktatók itt ebben a faluban a legényeknek, és eltáncolták, és olyan szépen eltáncolták, ahogy, hát ez már önmagában elég volt arra, hogy egy kicsit elérzékenyüljön az ember. De hát ha belegondolunk abba, hogy itt milyen közel állt ez az iskola megszűnéshez néhány évvel ezelőtt, milyen aggodalmak voltak Vicében, hogy itt ez a magyar oktatás, az egész környék számára oly fontos magyar oktatásnak a központja megszűnik, és ehhez képest egy virágzó, lendületes élettel találkozom, hát azt gondolom ez is elég ahhoz, hogy az ember elérzékenyüljön. Valóban így van, mi is büszkék vagyunk erre, hogy itt egy ilyen lelkes tanári gárda, civil szervezet besegít, egyház besegít, és itt meg tudott létesülni ez a kollégium, és itt így működik, ez talán nekünk és mindenkinek példamutató. Ezen túlmenően meg szeretném kérdezni, hogy most már így az anyaország politikája, hozzáállása a határon túli magyarokhoz. Ez most milyen, mert ugye válságban vagyunk, és talán a pénzügyi dolgok egy kicsit nem úgy működnek, ahogy kéne, ezt mindenki megérti, de és az elkövetkezőkben is milyen lesz ez? Ami a kérdés első részét illeti, azt tudom mondani, hogy valóban egy egyedülálló magyar összefogással van itt dolgunk, hiszen az, hogy ez az iskola megmenekülhetett, ehhez köze volt annak az odafigyelésnek, amit a moldvai csángók irányában a kezdeményezők tettek. Ugye több mint 20 moldvai csángó kisdiák tanul most ebben az iskolában. A moldvai csángók iránti odafigyelésnek, illetőleg egy szorvány intézmény megőrzésének az együttes érdeke az így tud összekapcsolódni. Aztán fontosnak érzem azt a támogatást, amit itt egy szomszéd településnek a lelkipásztorának felesége, Várkudónak a református gyülekezete nyújt Vicének, egy katolikus falunak. Aztán fontosnak érzem azt a támogatást, ami a perspektívát adja az intézmény számára, hogy itt Besztercén liceum, szakliceum, bentlakás, és ilyen értelemben a továbblépés lehetősége is adódik. Nagyon fontosnak érzem azt, hogy itt van valamilyen formában,